Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Most kedves nézőink, az elmúlt időszakban, az elmúlt esztendőkben, hasonló időszakokban a mezőgazdaság szárnyalt, ha úgy tetszik, bár a tavalyi év már változékony volt, most azonban az enyhülés és a fagyok alaposan megnehezítik az agrárgazdák sorsát. Beszámoltunk az Agrárinfóban már arról, hogy a kajsz és az őszi barack jelentős része elfagyott, a cseresznye is veszélyben van. Láthatjuk azt, hogy hála Istennek azért az őszi vetések átvészelték ezt a nehéz időszakot, tehát nem csak a koronavírus járvány van, hanem én azt hiszem, hogy elsősorban az enyhülésnek és a szélsőséges változékony időjárásnak köszönhetően nagy gondban lesznek a gazdák, és hát velük együtt természetesen mi is vásárlók. És nincs ez másként a méhészeknél sem, pontosan ezért invitáltam meg a mai beszélgetésre Kis Norbertet, a Méhészek Fejér megyei Egyesületének elnökét. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, Lajos. Hiszen az elmúlt időszakban, ahogy említettem, már tartósan fagypont alatt maradt az éjszakai hőmérséklet, és a méhészek ugye majd felmérik, hogy mekkora kárt okozott ez az állományban, hiszen amelyek nem tudták átvészelni, azok bizony megszűntek, ha úgy tetszik, igen, életükkel áldozták. Viszont, ami még ugyanekkora nagy baj, hogy a vetésekről, amelyeket már itt beszéltünk, a repce alig nő, erről beszéltünk, de erről majd bővebben természetesen, arról nem beszélve, hogy az akác se viselte el a hideget. Na, kezdjük talán az elején akáccal, hiszen az akácméz világhírű, és Magyarországon azt hiszem, hogy rendkívül közkedvelt, illetve szerte Európában. És hát az akácméz az alapvetése egy méhésznek. Igen, az egyik legfontosabb bevételi forrásunk, hiszen az itthoni mézfajták közül az egyik legdrágább, amelyik nagy mennyiségben tud hozni, és sajnos megismétlődött a tavalyi helyzet. Kétszer vagy háromszor is kapott fagyot az akác, úgyhogy a lenti részeknek a többsége az elfagyott, még ilyen hegyes, völgyes részeknek a tetejénél valószínű valamennyi lesz, de sajnos borzalmas évre számítunk idén is. Arányosítsunk, az akácméz mennyit tesz ki a méztermésnek, illetve a vásárlói szempontból is vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Aki nem vándorol, annak nagyjából az egyharmadát, ugye a három nagy a repce, az akác és a napraforgó, ez a három legnagyobb növény, ami nagy mennyiségben hoz. Aki vándorol, meg ugye a hárs, gesztenye, stb. Úgyhogy nagyjából ugye az egyharmadát teszi ki az akác a bevételünknek. Most idén ugye a repce is borzalmas állapotnak néz ki sajnos, az akác is. Reméljük, hogy nem olyan lesz a napraforgó, mint a tavalyi év, hogy az is épp hogy hozott. Be tudtak róla telelni a méhek, és nagyjából ennyi volt a tavalyi napraforgó termésünk. Milyen hatással lehet ez az árakra, hiszen az akácméz nagyon fontos. Igaz, hogy drága, ha úgy tetszik, de én már azt olvastam, hogy másfél-kétszeresére nőhet meg az ára. Hát valószínű fog idén is drágulni. Még azt nem látjuk, ugye ezt majd akkor tudjuk megmondani, hogyha már végeztünk a pörgetéssel, de valószínű sajnos drágítanunk kell idén is az akác áron. Ez a méh családokat mennyire viseli meg, hiszen azért van egy megszokott trend? Nagyon, nagyon. Volt egy erősebb enyhülés február környékén, és akkor a méhek beindultak, elkezdtek fiasítani, utána betört az a két hét hideg márciusban, és egy generáció méhe ezáltal eltűnt. Úgyhogy annyival kevesebb méhvel tudunk neki indulni az akácnak, illetve a repcének. Igen, említetted a repcét, hát amerre jártunk mi a mezőföldön mindez idáig, gyönyörűséges volt, ugye? Igen. Ez csak a külső szem mondatja velem, de egyébként tehát látszott, hogy minden gyönyörűséges sárga, most meg elkeserítő a látvány. Igen, épp hogy hát a hideg miatt nagyon nehezen fejlődik, már tavaly ilyenkor egy hete hordtak a repcéről a méhek, mert tavaly az jó volt. Idén viszont ilyen 30-40 centis repcéket látunk, ilyenkorra már 70-80 centisnek kéne lenni a repcének, tele hónajhajtásokkal, és ez egyelőre elmarad. Most az eheti időjárást is elnézve vészes lesz a repce is.
Azt még nem tudjuk, hogy mi lesz majd a következő vetésekkel, de nézzünk ki a mezőkre, hiszen a vegyes virágméz is rendkívül népszerű, igen. És azért furcsa volt a helyzet a mezőkön is látni, hogy alig-alig volt virágos. Igen, igen, és nagyon sokszor az van, hogy learatnak a gazdák, és egyből be is dolgozzák a földet, úgyhogy tarlóvirág még ilyesmi, évek óta nem láttam tarlóvirágot, pedig azt a méhek nagyon szeretik, és az is egy nagyon jó forrás nekik, élelemnek. Sajnos nagyon gyorsan bedolgozzák, ugye próbálnak minél gyorsabban elvetni utána, nyilván ezt megértjük, illetve az őszi zöldítésnél is a mustár, meg hasonló virágokat vetnek őszi zöldítésnek. Ez is jó, annyi a része sajnos, hogy ezt élelemnek télre nem olyan jó bent hagyni nekik, mert nagyon kemény kristályosra köt a méz, és nehezen dolgozzák át a méhek maguknak, és ezáltal nózémások lesznek. Ez egy sajátos betegségük sajnos a méheknek. Mielőtt a betegségekről beszélgetnénk bővebben, azért essék szó arról is, hogy ez az időszak nagyon-nagyon fontos a méhcsaládok számára. Igen. Hogy viselik meg a méhcsaládok, illetve a méhészek, az árkiesésről ugye kell, hogy szó essék, a méhcsaládok is, hogy egyszerűen nincs teendő, ha úgy tetszik? Igen, már nagyon szeretnénk dolgozni, úgyhogy várjuk a jó időt. A tavalyi vészes év sajnos megmutatta azt is, hogy nagyon sok méhésznek nem volt úgy pénze betelelni a méheket, illetve gondozni őket, úgyhogy ezáltal a téli veszteségünk az is rekordot dönt, úgy néz ki. Hát 30-40%-os veszteséggel számolhatunk sajnos. Ahogy így az országban beszélgettem több méhész ismerőssel, nagyon-nagyon sok helyen baj van. Van, akinek 240 családból 70 család maradt meg tavaszra, úgyhogy borzalmas az áttelelés. Akkor essék szó a betegségekről is, hiszen az atka és az újonnan feltűnt nozema vírus, azt hiszem, hogy egy kicsit olyan, mint nekünk a koronavírus járvány hirtelen jött, és egyszerűen most egyelőre még nincs ellenszere. Ez mennyi méhcsalád pusztulását okozta? Kezdjük az atkával. Mert azt azért ismerjük helyek. Igen, az atkát ugye egész évben figyelnünk kell, illetve kezelni. Az atka okozta vírus inkább a gond, mert régen még ilyen 40-50-100 atkával el volt egy-egy méhcsalád. Most már ez a szám, ezzel képes elvinni egy méhcsaládot sajnos. Nem beszélve arról, hogy sokszor 1000-1500 atka is le tud potyogni egy húzamosabb kezelés után, és sajnos ez a, még nem ismerjük annyira ezt a vírust, amit hordoznak, és ez viszi a méheket. Tehát ha úgy tetszik, eddig együtt kellett élni vele, csak igen. Nem ilyen mennyiségben. Igen. Tehát a teendőt pedig még a megakadályozása az még gyerekcipőben jár. Változik ez is, mert én is most már bio méhcsaládokat tartok, bio módon kezelem a méheket. Megvannak azok a szerek, amikkel én kezelhetem őket, illetve azok a szerek, amikkel nem kezelhetem őket. És amikkel azért is fordultam ehhez például, mert amiket most már nem használhatok szerek, nagyon hamar megszokták a méhek, illetve az atka azokat a szereket, és nem hatnak úgy, ahogy kéne. Tehát aki a bioméhészeteket meghonosította, azoknak azért bizonyos értelemben nehezebb a dolguk. Nagyon, nyilván. Igen, igen. És mi a teendő a nozema vírussal, illetve ezzel a nozema spórával? Hát próbálunk olyan szereket adni nekik a tavaszi serkentéskor, amik segítik a méheknek a béltisztulását. Most nyilván nem mondok semmilyen márkát, de van egy-két szer, amikkel tudunk segíteni a méheknek, hogy könnyebben átvészeljék. Kell, hogy szó essék az uniós új elvekről, amelyek a zöldítési program igen. Néven is futnak. Ez mennyiben terheli meg a mezőgazdaság, tehát az agrárgazdaság növénytermesztési ágazata és a méhészet közti? Eddig is volt azért némiképpen ellentét, de sajnos most én azt gondolom, hogy ez még inkább nehezíti ezt a helyzetet. Igen, az a baj, hogy a zöldítést is valamikor ugye be kell szántaniuk, és sokszor használnak rá serkentőszert, érlésgyorsítót,
és a méhek olyankor rajta vannak azokon a táblákon, úgyhogy a méhek is kapnak belőle, és azok sajnos kimaradnak a táblán. Annyival is kevesebb lesz az áttelelő méh, mert ez általában ez az őszi időszakban fordul elő. Ez egyébként tetten érhető, hogy egyre kevesebb az olyan permetszer, amit adott esetben már megszoktak, és új szereket használnak a gazdák? Az a baj, hogy összeadódik a több szernek a hatása, mert egy gombaölő és egy növényvédőszer külön-külön nem biztos, hogy árt a méheknek, de együtt használva viszont viszi őket. És ezt próbáljuk most vizsgálni valahogy. Ugye itt hatalmas nagy vita alakult ki a következő időszak költségvetési kérdéseiről is. Ez mennyiben érinti a méhészeteket? Kármentesítésből sajnos egyelőre nem úgy néz ki, hogy kapunk, mint a gyümölcsösök a fagykár miatt. Ugye ránk sajnos nem vonatkozik ez a rész. Próbáljuk elérni, hogy mi is beleessünk ebbe a kárpótlási alapba. Igen, arra szükség is van, hiszen a hatóságnak jelenteni kell a mély családok pusztulását. Ugyanakkor mennyi időt vesz igénybe, hogy újra megfelelő számú mély család álljon rendelkezésére egy olyan méhésznek, akinek ez az élete? Hát egy szezon az rámegy, és ezt, az a baj, hogy azokat a méheket próbáljuk akkor szétszedni, úgy szaporítani, viszont ezáltal a mély család számunk lesz, de abban az évben a hordás ugye nem. Mert hogyha szétszedjük a családokat, akkor annyival kevesebb a méh, nincs akkor a hozam, nincs akkor a hordás, még nem olyan szinten állnak, hogy annyit tudjanak hozni azok a családok, hogy az az év pozitív legyen. Ugye azt tudjuk, hogy a magyar méz nem hiába híres és kelendő Európában jószerűen mindenütt. Ez a gazdaságnak mennyi árt körülbelül, hogy a méhészetek most már immáron a második esztendő ideje ilyen problémákkal küzdenek? Hát idén se kell nagyon akácmézet exportálnunk. Ugye Európában mi akácmézünket azért szeretik, hogy följavítsák, például az olaszoknál is van akácméz, de nem olyan minőségű, mint a miénk, és azokat a mézeket följavítják a jó minőségű magyar akácmézzel. Hát sajnos idén erre nem fog valószínűleg sor kerülni. Fontos, hogy mi újság Fejér megyében, mi azt megszoktuk, hogy azért itt a mezőföldön minden rendben megy, és minden klappol, hát ez most nem így van. Nem, sajnos nem, pedig jó lenne. Tehát az OMME miként tudja segíteni a bajba került méhészeket? Az 1000 forint per család támogatás az idén is megvolt tavasszal, aki kérte természetesen. Ez egy nagyon minimális segítség, de legalább valamit kapunk most már. Próbáljuk ezt elérni, hogy ez egy kicsit több legyen. Hozzányúlni egy-két másik alaphoz, és akkor azt átcsoportosítani, vagy valami. Jó lenne egy kicsit ezt fejleszteni. Nem különben fontos kérdés, hogy a mennyiség és a minőség ugye kézenfogva jár a méhészetekben is. Hogyan lehet kielégíteni én azt mondom, hogy azokat a vásárlói igényeket, amelyeket már megszoktunk mindnyájan? Egyre nehezebb lesz sajnos, mert az akácméznél is úgy van például, hogy nagy mennyiségben sokkal tisztább, sokkal jobb minőségűbb, de hogyha nem tudnak annyi nektárt hordani a méhek, akkor nincs meg az a megszokott minőség, és előfordulhat, hogy fél év után ugyanúgy beköt, mint egy többi fajta méz. Pedig tiszta akácméz, de sajnos bekristályosodhat az is. Hogy haladnak azok a tárgyalások, amelyekről szintén már számtalanszor esett szó, hogy az áruházak polcain bizony megjelentek azok a mézek, amelyek nem mézek, maradjunk ennyiben. Teljesen mindegy, hogy miből rakták össze, úgy néznek ki, de nem méz. Sikerült-e olyan megállapodást kötni, segítette ebben az Agrárminisztérium, hogy ezek eltűnjenek, és hogy szabjanak gátat ennek a hamisításnak? Úgy néz ki, hogy sikerült több országgal is összefogni az Unióban a címkézési problémák miatt, ugye, hogy unióból és nem uniós államból származó mézek, hogy próbáljuk elérni, hogy ez a címkén úgy szerepeljen, hogy százalékos arányban, hogy milyen országból mennyit tartalmaz az üvegméz. Ezt most már, ha jól tudom, 7 vagy 8 ország is aláírta ezt az egyezményt, és próbáljuk ezt az egész unióban létrehozni ezt a címkézési módszert. Ez fontos, hogy nyilván az OMME és az Agrártárca együtt dolgozzon ezen. Igen, igen, és az a jó, hogy ugye a Nagy István miniszter úr méhész is, úgyhogy így könnyebb dolgunk van egy fél fokkal.
Nagyon fontos azok az akciók, amelyeket az OMME hívott életre, és természetesen itt Fejér megyében is működnek. Ez mennyit segít abban, hogy a fiatalok is kapcsolódjanak a mézhez, a méhekhez? Mostanában nagyon trend lett a gasztró rész, például Instagramon, meg a Facebookon is, és az OMME is erre is irányult, úgyhogy a Rúzsa Magdolnával, ha jól tudom, és a Vida Józseffel, a takarékbank elnökével csináltak egy közös szakácskönyvet, azt hiszem, és abban különböző méhészek is bemutatkoznak, illetve nagyon sok mézes recept van benne, ez megvásárolható ez a könyv, illetve nagyon sok úgymond influencerrel keresztül is próbálunk eljutni a fiatalokhoz. Terveztek-e olyan akciókat, amelyek az idei esztendőben, tudjuk, hogy koronavírus járvány van, de előbb-utóbb azért csak-csak ennek vége lesz, amelyek a méz népszerűsítését és a méhészetek népszerűsítését jelentik? Bízunk benne, tavaly ősszel az egyesületünk elkezdett, illetve a mézlovagrendünk elkezdett a Fejér megyei méhészektől egy-két üveg adományt begyűjteni, és ezt próbáljuk majd eljuttatni idősek otthonába többe. Sajnos ugye a vírus miatt egyelőre ez nem lehetséges, bízunk benne, hogy őszre sikerül bejutnunk egy-két idősek otthonába, és akkor mézet tudunk adományozni nekik. Nem különben fontos kérdés, hogy ugye Székesfehérvár adott otthon éveken keresztül a nagy méhész találkozónak, hát ebből most semmi nem lesz, viszont hogyan lehet a szakmai segítséget ugyanígy fenntartani, azokat a barátságokat megtartani, amelyeket megalapozott ez a találkozó? Telefonon és interneten sajnos ez idén. Ugye a mostani februári méhész találkozó elmaradt a vírus helyzet miatt. Sajnos máshogy mi se tudunk, így nagyon mi se akarunk mászkálni egymáshoz, nehogy valami gond legyen, nem akarunk senkinek semmit elvinni. Méhészek között is azért volt koronavírusos, sajnos páran el is hunytak benne, méhészek is, úgyhogy próbálunk vigyázni egymásra, és inkább telefonon kommunikálunk, vagy neten. Nagyon fontos még így végezetül, hogy az elmúlt időszakban olyan hírek is megjelentek, hogy túlságosan sok már Magyarországon a méhész. Tehát kellő szakértelem nélkül kezdik el ezt a, én azt mondom, nagyon is tradicionális és hozzáértést igénylő munkát. Hogy állunk ebben? Mit tud az OMME tenni, hiszen tulajdonképpen méhész, ha úgy tetszik, a vesz méhész, a családot bárki lehet. Bárki lehet, igen. Az OMME az évek óta tervezi egy alapfokú méhészvizsgának az elvégzését, hogy csak azután lehessen méhész, valaki azután vehessen kaptárakat. Még nem tudom ez sajnos most, hogy áll ez a próbálkozás. Én személy szerint örülnék neki. Pár Facebookos méhész csoportban benne vagyok, és ott látom, hogy fiatalok kérdezgetnek, hogy szeretnének elkezdeni méhészkedni, de hála égnek most már kezd az divat lenni, hogy mentort keresnek maguknak, akihez elmennek egy pár évre méhészkedni, és ezáltal meg tudják tanulni a méhészkedésnek az alapjait, és csak utána vesznek méheket. Lehet olyan, hogy adott esetben az OMME életre hív egy olyan akciót, illetve nem akciót, hanem egy olyan folyamatot, amelynek a végén már iskolában tanulható ez? Valahol el kell kezdeni. Tehát nyilvánvaló, én arra gondolok, hogy azért mindenki a nagypapától, apától, társtól, baráttól tanulta meg az alapvetéseket, és ha volt hozzá kellő akaratereje és tehetsége és lehetősége, az folytatta ezt. Igen, igen. Ez egy jó ötlet, ezt majd föl fogom hozni, hogy egy általános iskolás, középiskolás, ilyen ismeretterjesztő részt, egy alapokat bevinni a mezőgazdasági iskolákba, szakiskolákba például, oda biztos, hogy érdemes lenne, de lehet, hogy sima iskolákba is érdemes lenne. És hogy állunk mi itt Fejér megyében? Tehát nagyon is jól tudjuk, hogy Mezőföld, itt vagyunk mi Magyarország szívében. A legjobb mezőgazdasági területek, aranykorona értékben, igen, és a többi. Mindenünk van. És méhészünk is van bőségesen. Bőven. Több, mint amennyi kellene, mennyi lenne az ideális, ha úgy tetszik? Méhész az hagyján, de mély család az sok, de ugye most a veszteség miatt nagyon sokan elkezdték árusítani komplett méhészeteket. De van vele az újság, a méhész újság és az internet is, hogy komplett méhészeteket számolnak föl, mert nem győzik már ezt az időjárást, illetve a méheket. Úgyhogy most valószínű, hogy csökkenni fog a méhészek és a mély családok száma. Ugye a mély családok száma a veszteség miatt is sajnos,
de a méhészek pedig egyre többen abba hagyják, és elmennek vissza az alap végzettségükhöz, mert az biztosabb jövedelmet ad. Tehát tulajdonképpen így, ha összegezzük ezt a beszélgetést, akkor arra jöttünk rá, hogy egyik oldalról nagyon sok minden múlik az időjáráson, hiszen a méhészek tudják a dolgukat, a méhek pedig nem különben. Akkor én azt kívánom, hogy jöjjenek azok a szép, ha úgy tetszik már májusban, azok a gyönyörűséges, szép májusi napok. Köszönjük. És köszönöm, hogy megtiszteltél, és hajrá! Köszönöm szépen. Hiszen nem feledhetjük, hogy továbbra is él a szlogen, a méh plusz ész egyenlő méhész. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt az Agrárinfo. A beszélgetésünk alapját az idei méhek, illetve a méztermés képezte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!